Létre kell hoznunk azt a közösséget, amelyhez csatlakozhat minden jó érzésű, a hazáját szolgálni kívánó honfitársunk. A talpra magyarok közössége az a hely, amely összefogja majd az erőfeszítéseinket. Örömmel jelentem be nektek, hogy a mai naptól a mi irányításunk alatt áll a Legyél a Változás Egyesület, ami jogi kereteket ad majd az együttműködésünknek, és ami lehetővé teszi, hogy akár önkéntes munkával, akár tanáccsal, vagy akár anyagiakkal támogassátok a közös ügyünket. Amikor eljön az ideje, hamarosan, be fogom jelenteni azt a pártot is, aminek a segítségével el fogunk indulni a 2024. június 9-i európai parlamenti választáson, és veletek közösen. És veletek közösen olyan eredményt fogunk elérni, ami az első szög lesz a NER koporsójában. Tudjuk, hogy egy hosszú és nehéz küzdelem előtt állunk. 2019 óta vagyok Szigetszentmiklós város polgármestere. Saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen az országos rendszer. Jól láttam belülről, hogy milyenek az egyes magukat ellenzékinek nevező pártok képviselői. Mi a feladatuk, és azt is, hogy a színfalak mögött milyen politikai paktumok és háttéralkuk vannak. Vegyük vissza Magyarországot azoktól, akik saját érdekeik homokozójának tekintik azt. És ami a legfontosabb, vegyük vissza közösségeinket, mindet. Legyenek újra a mieink, a sportegyesületektől a vasárnapi családi ebédközösségig. És úgy indulunk el pillanatokon belül. Szeretitek a jó zenét? Szeretitek?